Üdvözletem és a legjobb akart. A mai videómban Transformers Prime Beast Hunters Ultimate Class Predaking kerül bemutatásra, akit, mint láthatjátok, nem éppenséggel egy kicsi figura, hanem egy eléggé nagy. Úgy vettem észre, hogy az utóbbi időszakban sok kisebb figurát mutattam be, ezt a csatorna rendszeres látogatóinak mondom, és úgy gondoltam, hogy ideje lenne egy újabb nagy figurát tenni, annak ellenére, hogy a csatorna most nem ért el még per pillanat a videó készítésének idején semmilyen mérföldkövet, mégis időnként egy-egy nagy figura szóba jöhet. Szóval és tettel és egyebekkel Predaking a maga teljes mienségében, ezen inkarnációja rendkívül stílszerű a Halloween időszakra, mely csupán nem régen ment itt el mögöttünk a videó megjelenésének időszakában, mely november elejére tehető. Szóval igen, nálunk pedig minden szentek van, szóval igen, a Halloween nem is annyira érdekelt kis hazánkba, ennek ennyire a fekete és narancsárga színséma bármikor jól működik, hogyha egy gonosz és félelmetes karakterről van szó, mint jelen esetünkben Predaking az ő maga teljes mienségében, és ahogy láthatjátok, az ő teljes miensége akkora, hogy tulajdonképpen egy picikét idézőben küzdök azzal, hogy a képernyőn tarthassam teljes egészében, lévén impozáns szárnyfesztávolsága igazán megnehezíti, hogy a képernyőn tartsam az ő teljes mienségét így egyszerre, de haladjunk is a dolgokkal, hogy minden a maga idejében és helyére kerüljön. Szóval, éslettel és egyebekkel, méretek, kedvenc LEGO emberkénk és LEGO technik emberkénk mellett láthatóak, hogy Predaking nem egy apróság semmilyen tekintetben sem, mint ahogy látható, LEGO emberkénk eltörpül, és LEGO technik emberkénk sem feltétlenül óriási mellette. Szóval azt kell mondjam, hogy korhű méretű sárkány, azaz egy realisztikus sárkány mérettel van dolgunk, hogyha akár ő egy kisgyermek, és ő egy felnőtt lenne, akkor is stílszerű méretű lenne ez a kis sárkányka. Szóval igen, féltéve kedvenc emberkéinket, nézzük meg kedvenc mérőmanónk segítségével Predaking főbb méreteit. Először a magasságával kezdem, lévén az eléggé idézőben statikus, tehát az a legkisebb, mely 19 cm-rel maximalizálódik ki. Hogyha a szárnyait felállítjuk, már más lesz, egyelőre az alap méreteit gondolom. Hosszúságát tekintve, fejétől a farkáig, keményen, lássuk csak, 36 cm, amennyiben pedig a fejét kicsit kinyújtjuk, akkor már is, lássuk csak, 39 kötője 40 cm-es hosszra mondhatunk itt Predakingnek, szárnyfesztávolsága pedig, lássuk csak, ilyen szépen széttérített állapotban, kereken, lássuk csak, 50 cm, lássuk csak, így talán még látható is a képernyőn, szóval 50 cm-es szárnyfesztávolsággal bír, itt a végén látható is, hogy a szárnyát fogja, tehát 50 cm-es szárnyfesztávolság, amit mit ne mondjak, igazán elésre méltó a maga nevében. Ha pedig azt nézzük, hogy a szárnyával fölállítva mekkora mérete, akkor láthatjuk, hogy azért mégiscsak egy nagy figurával van dolgunk. Mérőmanót a földre téve, vagy az a asztalra téve, láthatjuk, hogy így 37 cm-es a magassága, itt éppen a tetejénél, és hús, hús, és mivel nagy figuráról van szó, azért nem hagyhatjuk ki a méretezésből kedvenc hőstovánkat, aki kivételesen belefért a képbe, ha a csatorna visszatérő nézői rülhetnek ez egyszer. Szóval igen, mit nem mondjak, az ő csatájuk igencsak érdekes lenne a maga nevében, bár szegény hőstova így fegyvertelenül, mit nem mondjak, nem biztos, hogy diadalmaskodna az ütközetben. Igen, igen. Szóval, nagy figurával van dolgunk, ki igencsak szép dolgokkal rendelkezik, mozgathatósága sem elhanyagolható, melyről most pár szó is esik. Ahogy láthattátok, a szárnyait tudjuk mozgatni, össze is tudjuk csukni, ahogy itt demonstrálom, hogy kényelmesebben elférjen a
képernyőn, tárgyak maguk pedig kicsikét itt föl, illetve le is mozognak. Egyrészt ezen a ponton, így, ezt a fegyvert kicsit levesszük, szóval szárnyakat ezen az egységen tudjuk hajtani, itt fönt, így, né? Illetve magán ezen a két részen, ezen a két sávon, és ennek egy érdekes funkciója van, melyre majd kitérek a videó alatt, de egyelőre még haladjunk tovább, sajnos a farka az csak föl le tud mozogni, lévén ez az egész nagy farkincája egy öntött műanyag darab, leválasztható, de ez később derül ki majd a videó során, hogy miként, hogyan. Lábait, hátsó lábait tekintve pedig képes, és hát eléggé korlátozott módon tudja ezt mozgatni, inkább csak oldalra, ha nagyon akarjuk és kiokasztjuk ezt az átalakításhoz szükséges dolgot, szép, hangos, racsnis csatlakozóval képesek vagyunk és hajlítgathatjuk, de őszintén szólva alapból nem igazán túlságosan mozgatható ez a rész a figurának. Az előső lábak már kicsivel jobban, bár ezek is korlátozva vannak, emiatt a nagy tüsse miatt, mely hajlamos belekarcolni itt a szárnyba, különösen, hogyha nincs elhajtva az útjából, de az itt hajlik, itt a könyöknél is hajlik, és maga a lábfej is mozgatható, de őszintén szólva egy okból ez az egész mozgathatóság nem érvényesül annyira, mégpedig nem az, hogy a figurának a feje statikus bizonyos szempontból, és aktív más szempontból, statikus abból a szempontból, hogy nem rendelkezik önálló mozgási lehetőségekkel, mint sem a kéz és hasonló, tehát nincs benne racsni és hasonló, viszont rendelkezik egy rugós mechanizmussal, melyet most demonstrálni is fogok, miután itt az asztalon lévő lámpákat kicsikét lekapcsolom. Talán ennyi elég is lesz, hogy láthassuk, hogy itt a fejnek a végénél a sárkány fel kigyullad, visszahajlik, és ezt megnézhetjük közelebbről is. Itt a sárkány fej. És hogyha ezt a kart meghúzzuk, akkor az egész kigyullad, illetve a figurának az alsó állkapcsa egy kicsikét világosabb lesz. Tehát igen, igen, érdekes kis funkció, hogy mit ne mondjak a maga nevében. Lámpáinkat visszakapcsolva, vos már is jobb fényben van feltüntetve a karakter, így ne. Láthatjuk, hogy tulajdonképpen ugyanott vagyunk, ahol korábban. Itt van ez a két puska. Nos, ez inkább robotmódra hagynám. Kilövi ezt a rakétát. Őszintén szóval ezek a puskák általában a leglustább kiegészítője a Transformers figuráknak, mert tulajdonképpen itt egy puska, mindegy milyen, rátesszük és kész. Funkció? Igen. Szóval alapvetően ez a funkciója van, ez a világítós, és most jelzem, hogy a funkció eléréséhez a szárnyakat le lehet szedni, ugyanis ezen két kis csíkban rejlenek a figurának az elemei, mellyel a világító funkciók aktiválhatóak. Igen, igen. Elég könnyen elérhető, és bónuszpont, hogy levehetőek a szárnyak, lévén nem feltétlenül a legkényelmesebb ezt a figurát jobbra-balra tenni, hogyha rajta vannak a szárnyak, lévén, ahogy láthattátok, igencsak nagy. A fejre kitérve még azt a problémát jegyzem meg, hogy a fej, hogyha lejjebb engedjük, hajlamos magától visszaugrani, hogyha nincs meghúzva itt a belső csavar, máskülönben pedig így jobbra-balra mozog magától, de egy kis házi barkáccsal megoldható a dolog, illetve házi barkáccsal kellett megoldanom azt a problémát, hogy a belül lévő kapcsolója állandóan be volt nyomva, tehát állandóan világította szeme, ezt néhány alkatrész szétcsavarozásával megoldható, de nem javaslom egyszeri alkotóknak, hogy nekiálljanak, lévén eléggé problematikus dolog, és csak annyit értek el vele, hogy világít a feje, nem egy nagy dolog. Na, mindezek után a videónak immár a 10. percében kezdjünk neki, igazából a 9 és 3/4 percében kezdjünk neki a figura átalakításának, mely szerencsére nem fog olyan túl sok időt igénybe venni. Nos, az átalakításhoz először levesszük ezeket a fegyvereket, nehogy ismételten meglőjem magamat. Így, né? Utána az egész nagy farkát megfogjuk, és kihúzzuk. Ennyi. Ez így legyen. Ezt követően maradunk itt hátul, és a lábakat oldalra kihajtjuk, majd ezeket a paneleket lehajtjuk. Így, né? Ezt követően a lábakat kinyújtjuk, jó kis racsnis, és ide beakasztjuk ebbe a kis belső pütyökbe. Egyszer, illetve
kétszer írni, lábakat kiegyenesítjük, lehajtjuk a két kis kart, így, né, szóval lábakkal már meg is vagyunk, beleférsz a kamerába, épp hogy csak benne van, így, né, ezt követően a figurának a kezeit lehajtjuk, a kézfejet összecsukjuk, úgy, hogy a két tüske legyen a test felé, a három kifele, így, né, a vállánál látható kis tüskét kihajtjuk, tehát így, ugyanezt megismételjük a másik oldalt, így, né, kicsit stabil helyzetbe tesszük, szárnyakat eligazítjuk, ezt követően az egész sárkányfejet fogjuk, és innen kiakasztva lehajtjuk, így, né, és végül, de nem utolsó sorban, megforgatjuk a sárkányfejét, előre hozva Preda King valós fejét a maga teljes mienségében. Igen, igen. A korábban félretett fegyvereket pedig ismételten elhelyezhetjük két helyen, az egyik, illetve három. Az egyik továbbra is itt a figura hátán, szárnyán, hogy eltűnjön a képből, másik a figurának a kezén itt, illetve a figurának az alkarján itt. Személy szerint ezt a részt szeretem, hogyha itt az alkarjában, illetve itt hátul lévén, akkor nem zavar bele a figurának a sziluettjébe, azaz vonalaiba. És most is így hagynám, hogyha arra alkalmam van. Ezt követően pedig, ha akarjuk a kardot, beletehetjük a kezébe, lévén ennek nincsen alternatív tárolási helye, kizárólag itt ezen a ponton. És igen, amint láthatjátok, egy nagy fiúval van dolgunk, ha-ha, és ráadásul egy veszélyes fiúval, ha-ha. Szóval igen, Preda King nem egy olyan karakter, ki feltétlenül a kedvességéről híres, lévén a karakternek az eredete is egy kísérletből származik, miszerint az álca sokkoló, sakvév létrehozott néhány klónt, néhány rősi Transformer maradványból, és Preda King volt az első sikeres ezen közül, ki átvette később a hatalmat ezen hasonló lények a Predakonok irányítása alatt, és így lett ő Preda King a maga teljes mienségében. Szóval igen, mit nem mondjak, egy nagy figurával van dolgunk, ki igazán impozáns méretekkel és megjelenéssel bír, illetve egy sárkány fejjel a hátán. Mondanánk, hogy ez milyen zavaró, milyen, mit nem mondjak, egyszerű megoldás, de elég sok ilyen Beastformer, az állattá alakuló Transformer él ilyen, illetve hasonló megoldásokkal. Mit nem mondjak, egyik leghíresebb Dinobot, Grimlock is hasonlóan oldja meg az ő fejét, szóval benne van a pakliban, illetve a faroknak a fegyverré alakítása és egy klasszikus húzás a Beastformer figuráktól, lévén így egyszerűen megoldható ennek az elhelyezése. Szóval igen, Preda King, amint látható, impozáns méretekkel bír, ezen méreteket pedig demonstráljuk rögtön LEGO emberkével és LEGO Technic emberkével, ahogy látható, azért LEGO emberke, és látható, hogy azért egy igazán nagy figurával lett itt dolgunk, aki immáron ugyan nem olyan hosszú, viszont legalább olyan magas, mint ahogy azt előbb láthattuk, a sárkány módjához képest, azért lényegesebben máshoz arányai, de egy impozáns alak, mit ne mondjak. És csak, hogy a méretek teljes legyenek, íme itt van mellette kedvenc hőstovánk is, immáron kényelmesen a képben, és látható, hogy hát igen, egyikőjük sem feltétlenül örülne annak, hogyha, nagy Isten, szembe kéne néznie vele. Igen, igen. Nos, ezen bámulatos triót félretéve hozzuk be a csapat negyedik tagját, ki nem más, mint sem kedvenc mérőmanunk, és állapítsuk meg vele Preda King méreteit. Preda King magassága robotmódban, lássuk csak, 24 cm-es, ugye ez kisebb, mint hogyha a szárnyait kihúznánk robotmódban, ugye az sárkánymódban, de ennek ellenére azért magasabb, mint sem a sárkánymódnak a fejmagassága volt. Szélességét tekintve pedig alapból összehajt a szárnyakkal 31, és mert csak azért, mert jól néz ki, kihajtott szárnyakkal pedig mások csak, ahogy korábban említettem,
50 cm-es. Igen, ennek a figurának ez az egyik legnagyobb érdekessége, legnagyobb előnye, ez a hihetetlen szárnya. Nagyon kedvelem, nagyon klassz része. Nézzük, picit állítok, így. Ne? Nagyon klassz része a figurának, és alapvetően a fő jellegzetessége a karakternek is a sorozatban, így. Ne? Szélességét tekintve pedig, ugye a fegyvert nem beleszámítva, a karmától a sárkányfej végig 14 cm-es. Szóval, igen, egy nagy fiú a maga nevében, és tekintsük meg az ő fejecskéjét is egy kicsit közelebbről. Hinni. Hát, mit nem mondjak, egy aranyos kis fiúcskával van dolgunk, kit bárkitkor, bármikor szívesen látnánk magunk körül, mit ne mondjak, vagy éppen sikerülne. Igen, hát ez szépen kidolgozott karakter, és itt jön sorba, itt jön elő az ő egyik funkciója, melyet ismételten azzal tudok demonstrálni, hogy lekapcsolom a lámpákat itt az asztalon, mégpedig lenne az, hogyha itt ezen kis gombot megnyomjuk, Peraking feje és mellkosa kivilágítódik. Igen, igen. Jó pofa kis funkció, bár őszintén szóval nem értem, hogy ez a kis funkció miért igényel 2 darab ceruza elemet, de ez már rajtam kívül álló dolog. Igen, igen. Szóval ezen fontos dolgok után nézzük meg a mozgathatóságát, mely egy fokkal jobb, mint sem az ő sárkány módja. Lábbal kezdem, mert az tulajdonképpen könnyebben megoldható, illetve a fegyver eltávolításával, mert miért ne? A lába ennyire megy föl, a lábát körbe tudjuk forgatni, ennyire, illetve ennyire, de hogyha kiemeljük a kis tüskéjét, akkor gond nélkül körbe forgathatjuk. Térdét tekintve szép racsnis térde van, mely 90 fokban hajlik, és van neki egy lábfeje is, mely azért eléggé korlátozva, de azért kicsit jobbra-balra mozgolódik. Körbe sajnos nem tud menni, de jobbra-balra azért igen. Ezeknél a fekete figuráknál a kamera fókusza mindig egy küzdelmes dolog, de ennek ellenére azért egy érdekes dolog, mit nem mondjak. Illetve megjegyzem, hogy itt az oldalánál ezek a kis flopnik is mozognak, hogyha meg akarunk kísérelni egy spárgát a figurával, így, né. Őszintén szóval mindig aggódok a figurának a mozgatásával, ugyanis rengeteg tüskéje van, és ez az egész sárga felület festve van, szóval, hogyha ne adj Isten, a karnak a tüskéi bele akarnak ebbe a részbe, akkor képes is megkarcolja saját magát. És ilyen tüskék mellett ez nem lenne meglepő. Beszélve a tüskékről, a karja a figurának szépen körbe tud forogni, hogyha arról van szó, és megfelelően pozícionáljuk a kezet. Könyökét tekintve 90 fokban hajlik, ki is tudjuk egyenesíteni, hogyha arról van szó, és a figurának a kézfeje is szabadon mozog, illetve az ujjait is ki tudjuk nyitni, illetve össze tudjuk csukni adott mértékig. És ha nagyon akarjuk, valamit meg tud fogni, példának okáért kedvenc Lego emberünket kicsit egy pánikoló pózba elhelyezünk, így né, már is lehetősége van kifejezni az ő hatalmát egy nálánál kisebb emberként azáltal, hogy eldobja őt lendületet véve. Szóval igen, szegény Lego emberként pánikolva elugrik onnan. Fejét tekintve Peraking feje képes és körbefordul, ugye ez azért érdekes, mert hogy a világító funkció szerencsére ezt a funkcióját nem akadályozza, ám azt igen, hogy föl-le nem mozog. Szárnyai továbbra is hasonlóképpen mozognak, mint sem a sárkány módban. Előre ennyire mennek, ha kinyújtjuk a kezeket, akkor kicsit jobban. Így. Né, behajthatjuk, és akkor már is egy kicsikért kompaktabb méretet érhetünk el, hogyha mindenét összehajtjuk, de ennél is kompaktabb méretet érhetünk el a figuránál, hogyha a szárnyakat szép óvatosan eltávolítjuk a helyéről, és már is egy sokkalta
vékonyabb karakterrel van dolgunk, ki kevésbé monumentális, mintsem a szárnyas verziója, de azért még így sem kicsi, hogy mit ne mondjak. A szárnyakat pedig onnan tudjuk, hogy hogyan kell föltenni, hogy elő van a Predacon szimbólum. Így né. És itt jegyzem meg, hogy Predaking, mintsem karakter, régi Transformer karakter, igaz, inkább karakterek, lévén a Predaconok álca vadászok voltak, tehát álca harcosok, akik autóbotokra vadásztak, és állatformáik voltak, és összetudtak állni Predakingé, aki eredetileg egy Combiner karakter, és azok közül is egy igazán nagy darab, és ugyanezzel a színsévával rendelkezik, mintsem Predaking ezen inkarnációja, szóval ezt stílusosan hordozza ez a karakter is, ki igazán másképpen van elgondolva, mintsem annak eredeti verziója. Szóval igen, és ugye itt vannak a kis lövőkéi, még így nem utolsó sorban, melyek képesek, és egy kötőjel, kettő lövedéket egész tűrhető módon kilőnek, igen. Azért merem ellőni őket, mert ha itt kerülnek valamerre, azt még talán észreveszem, de itt én a asztalomról már nem merném ellőni ezeket a lövedékeket, mert képesek is elnyerődnek egy harmadik dimenziós lyukban. Szóval, igen, mit nem mondjak, Predaking egy igazán klassz figura a maga teljes mienségében, és ha netán valahol szembe jön veletek, mindenképpen érdemes lecsapni rá. A legfontosabb kiegészítője a nagy kardja, lévén enélkül nem igazán teljes az alternatív módja, de ugyanez érvényes a két szárnyára is. Ha netán a két puskája nincs meg, oh, de baj, a sorozatban sem használta őket, inkább a kardja dominált. Szóval, igen, Predaking, Ultimate Class, Beast Hunters figura, nagyon klassz, és mindezek után csak azt mondom, hogy köszönöm, hogy megnézed a videómat. Amennyiben tetszett, itt hagyhatsz egy lájkot, amennyiben megjegyzésed lenne, itt tedd meg, és amennyiben pedig tetszett ezen kicsit hosszúra nyúlt bemutató, akkor itt iratkozhatsz fel a csatornámra. Még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videómat, és a továbbiakban is a legjobbakat. Sziasztok! Harcoljunk! Inkább nem. De harc!